mindig maximumot kellett adnom valamibe, amire nem biztos az, hogy az embernek így energiája lett volna. Nagyon nehéz ez a műfaj, te is tudod, hogy miről beszélek, hogy mennyire így magadból energiát kiönteni, folyamatosan fókuszálni. Igen. A vendéglátás előbb volt, mert előbb nyitottam az éttermet, és ennek két éle volt nagyon erősen. Az első éle az az volt, hogy mindenki elvárásokkal volt velem, és én az elvárás, mint maximalista ember, nagyon nehezen tudom kezelni, mert mindig a maximumot akarom adni minden egyes alkalommal. Abba könnyen belepistul azért az ember, hogyha állandóan maximalista akar. Igen, lenni. És az a baj, túlságosan hallgat a külső hangokra, és kevésbé belülről. Innétől kezdve az a baj, hogy egyre jobban kifele élsz, és ez nagyon nehezen kezelhető. Ezért fontos az, hogy némi alkalommal az élet megpofozzon, helyrehozzon, pláne én azt gondolom, hogy minden életpofon az egy nagyon erős segítség az életben majd. De ezek a pofonok, ezeket utána kezelni kell, újra kell elindulni, magadban kell találni energiát, és máshogy kell közelítsd ezt a témát. Szóval a vendéglátás nekem az első fókusz. Oké, nem válaszoltál ugyan a kérdésre, de azért, ha most itt elmondtál mást, amiben szeretnék inkább belekapaszkodni. Mi az, hogy mik voltak azok a nagy pofonok igazából, amik így szembe sikerültek? Pofonok az elhagyások, vagy éppen a munkában félre nem sikerek, vagy éppen az emberek. Volt egy olyan pillanat az életben, Péter, hogy az egész tevékenységek egyfajta krízis alatt kerültek, mert az a fókusz, ami a tévé adott, a többi hívjuk embereimnek, vagy éppen munkatársaimnek egyfajta irítséget keltett, és ezt az irítséget nagyon nehéz volt kezelni házon belül, hogy rám volt a fókusz és a fény, és ők, vagy éppen a figyelem, ami nem mindenféleképpen én akartam, de jött, és a szakácsok és a körülötte lévő emberek egy picit föl voltak bosszantva. És volt egy olyan pillanat, ahol egyfajta tömeges elengedés volt, és elmentek más tevékenységben dolgozni, és akkor egyedül maradtam a problémákkal, a gondokkal, vagy pontosabban nem volt emberem, és ezzel újra kellett építeni. Nem tudom, hogy érted, de hogy miket abszolút kell. Abszolút értem. És azt ugye, még az első adásban, amikor Alföldi Robert volt a vendégünk, akkor beszéltünk arról, hogy a siker sokszor magányossá is teszi az embert egyébként. Irigyei sokan lesznek, de főleg, hogy még sokszor azt is érzi, hogy nincs hova fordulni bizonyos dolgokkal, tehát hogy nincs kitől megkérdezni valamit. Ezek szerint volt ilyen a te életedben. Nagyon erősen, és én azt gondolom, hogy itt nekem a Jóisten mindig egy olyan, nekem hitem erősebb, mint bármennyire sokan gondolnának, itt nekem ez segített arra, egy kicsit így bele tudjak magamba fordulni, energiát találni, megint belőlem kihozni a maximumot, új hitet adni magam körül, és magamnak, és utána innétől kezdve újra kezdeni. De a pofon az is, hogy például szerelmi pofon, például az, hogy mikor észreveszed azt, hogy az, amit én képviselek, az alapjárat az elvárásokkal van, egy nő elvár bizonyos dolgokat tőlem olyan szinten, és elképzelt egy olyan szint, amilyen nem én vagyok. Ez korábbi kapcsolataidra igaz, vagy a mostani? Nem, mostani nem. Okay.